Rendkívüli adóvisszatérítést nyújt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal minden gyermekes szülőnek, aki idén akár csak egy napra is családi kedvezményre jogosult. Visszajár a 2021-ben megszerzett jövedelemből levont adó, valamint az ECHO, vagyis az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás kétharmada, illetve a katások tételes adójának a negyede. A visszatérítés összege legfeljebb 809 000 forint, ami a 2020 decemberi adatok alapján számolt éves átlagbér adótartalma, azaz 15%-a. Az SZIA és az ECHO szerint adózó szülőknek külön-külön legfeljebb 809 000 forintot térít vissza az állam. A gyermeket nevelő katás vállalkozók a 2021-es tételes adójuk egynegyedét kaphatják vissza, de ők is maximum 809 000 forintot. Az adó visszatérítéshez magánszemély háromféleképpen juthat hozzá. Megkaphatja automatikusan vagy nyilatkozat benyújtásával, illetve az adóbevallás során. Nincs teendőjük azoknak, akik jogosultak a visszatérítésre, és a NAV rendelkezésére állnak az adataik, vagyis a 2021-es jövedelmi adatok és a családi pótlék folyósításának adataiból származó utalási adatok, mint a bankszámlaszám vagy a postai cím. A NAV számukra 2022. február 15-éig automatikusan utalja a visszatérítést. A katások és azok, akiknek a kiutaláshoz szükséges adatait nem ismeri a NAV, 2021. december 31-ig nyilatkozatot tehetnek. Ha határidőben nyilatkoznak, 2022. február 15-ig ők is megkapják a visszatérítést. A nyilatkozatot a visszadó nyomtatványon 2021. október 31 és december 31 között lehet megtenni. Azoknak a jogosultaknak, akiknek a jövedelméről a NAV-nak nincs információja, például az egyéni vállalkozók vagy őstermelői jövedelmet szerző szülők, ők önállóan elkészített bevallásukban igényelhetik a visszatérítést. Az adó visszatérítésről szóló nyilatkozatot december 31-ig lehet benyújtani a NAV felé. Az adóhivatal a visszatérítést egy összegben átutalással fogja teljesíteni 2022. február 15-i határidővel, és a bevallási tervezetben is feltüntetik, hogy nyomon követhető legyen.